Kortárs Művészeti Intézet legutóbbi gyűjteményes kiállítása, a Remény óvó helye, 39 képzőművész munkáiból válogatva tett újabb kísérletet arra, hogy megismertesse a városi közönséggel az országos viszonylatban is élvonalba tartozó műgyűjtemény értékeit. Kevesen tudják Dunajvárosban, hogy az intézet immár 3 évtizedes munkájának köszönhetően egy olyan műtárgy kollekcióval büszkélkedhet a város, melyet a legfontosabb hazai kortárs gyűjtemények között tartanak számon, s melynek színvonalát a jelentős külföldi intézményektől érkező nemzetközi kölcsönzési gyakorlat is jelzi. Ám, miközben több kontinens rangos múzeumai és kiállító intézményei jelentkeznek be egy-egy művért, addig itthon, Dunaújvárosban, az alaksori raktár falai közt pihenő gyűjtemény még mindig sokak számára ismeretlen. Ennek elsősorban az áll a hátterében, hogy a hosszú ideig tartó, csökkentett anyagi lehetőségek mellett a kommunikáció, a közönségszervezés, a PR tevékenység korántsem elégséges formában valósulhatott meg. Ettől az ellentmondásos, voltak éppen hátrányos helyzettől vezérelve az intézet szakembereinek az az ötlete támadt, hogy egy rendhagyó játék keretén belül arra invitálják a város közéletének ismert szereplőit, hogy lépjenek be a kiállító térbe, és merészkedjenek közelebb a számukra is teljesen ismeretlen műtárgyakhoz. Párosokat kértek fel, akiket oda vezetnek egy műtárgyhoz, majd elengedik a kezüket és arra kérik őket, meséljék el, milyen gondolatokat, érzéseket, asszociációkat, emlékeket vált ki belőlük az adott műalkotás. Párosunk tagjai magukra maradnak a művel. Egyedül a falon elhelyezett műcédula szolgáltat némi fogódzott számukra, melyen az alkotók, a mű címe és a keletkezés évszáma szerepel. Arra azonban nem számítanak, hogy kész akarva csöbörből vödörbe kerülnek, ugyanis éppen olyan műalkotással akad dolguk, mely keletkezése, témája vagy technikája nyomán egy érdekes háttértörténettel, különleges adalékkal rendelkezik, s így már többet is mond annál, mint amit első ránézésre sejthetünk. Miután meghallgattuk őket, feltárjuk a műalkotáshoz kapcsolódó rejtett tartalmat, majd lehetőséget adunk arra is, hogy ezen új információ birtokában megfogalmazhassák záró gondolataikat, érzéseiket, ha úgy tetszik, tanulságaikat. Lássuk hát, mit is kezdenek vállalkozó szellemű vendégeink a feladvánnyal, s milyen titokra derülhet majd fény. Nyulasi Zsolt, újságíró, dunaújvárosi média személyiség, fene gyerek. Boda András, újságíró, dunaújvárosi média személyiség, fene gyerek. Hát Nyulasi, mire gondolt a művész? Egyetlen ki a művész? Kezdjük itt. Esterházy Marcell, a híres neves főúri család sarja, lehet a művész. De mint látunk a képen? Na igen, hogy ez elsőre ugyan azt gondolnám, hogy de ez három kéz. Valaki mondjuk úgy elköszön, de úgy, tehát úgy végletesen elköszön. Tehát hogy mondjam, úgy valaki fekszik egy ágyba, és valószínűleg már nincsen sok, és valaki oda megy, és nyújtja a kezét, és az a valaki, aki fekszik az ágyba, az pedig megfogja két kézzel azt a kezet. Na? Valami drámai. Tehát ez egy ilyen drámai hatású, nem? Ez így összességében ez a kép. De nézd meg az ujjakat, ugye? Igen. Az meg a körmöket, meg a többit. Azt szerintem az önmagában is. De ez egy óra? Az egy óra. Az tagadhatatlan, aranyóra ráadásul. Igen. És az annak a kezén van, aki összekulcsol, ja, így egy... másik kezet, igen. Igen. Ez mondjuk férfi óra, azért azt hozzáfűzöm. Igen, és pedig és ez is picit, férfi. Aminek egy picit ellentmond, hogy ezek viszont női körben. Én szerintem ilyen. Jó. Ha jól emlékszem, akkor az 50-es években készült. Én arra gyanakodnék. A felbontása ennek egy kicsikét, hát hogy mondjam, avittos.
Tehát valószínűleg ez egy képnek a részlete. Egy képnek a részlete. Jó, oké. Okay. Ferling Bernadett kézilabdázó. A Dunafer NK és a magyar válogatott korábbi irányítója, EHF és EHF bajnokok ligája győztes, EHF kupa győztes, Európa szuperkupa győztes, ötszörös magyar bajnok, ötszörös magyar kupa győztes, a válogatottal világbajnok második és harmadik helyezett, Európa bajnoki harmadik helyezett, pályafutásáért 2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet. Bali Attila, a Dunafer SE egykori bajnok jégkorongozója, a Várostörténeti Fotótár alapítója és gyűjtője. Munkásságáért 2020-ban Dunaújvárosért díjat kapott. Hát a családi összetartozás nekem az, szeretet, szív. Hol látsz te szívet? Alatta. Ja, hogy alatta? Azt hittem, hogy valahogy... Tudod, amikor megáll, próbálják... Összetudunk rá. Igen, nem, megáll és próbálják újraéleszteni, és én hiszek ezekbe az... Megmondom őszintén, hogy a fekete-fehérsége is, meg úgy az egész üzenete egy picit nyomasztott, de most már, hogy így sokat néztük, így most már nekem tetszik, és nem mondom, hogy otthonra kiraknám, mert azért egy picit még mindig nyomaz, de valahogy olyan érzést kelt, hogy akkor fogjunk össze, fordítsunk oldalt, menjünk ki az ajtón, és változtassunk valamin együtt. Igen, ez is benne van, de én ezzel akkor tudnék azonosulni, hogyha abszolút fehér lenne. Képfele fekete. Uh-huh. És ez nekem olyan... Tehát így az összetartás és a tisztaság és a harmónia plusz a fekete nekem így nem áll össze. Egyébként ez. A család, az összetartás, a szeretet, az egymás iránti tisztelet, harmónia, és lehet, hogy egy sötétségből jövünk lefelé, úgy, ahogy mondod, és egy teljesen tiszta irányba, és megpróbálunk valami újat, vagy összekovács. Igen. Igen. Pintér Tamás, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere. Szabó Zsolt, Dunaújváros megyei jogú város gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármestere. Egyrészt fekete, illetve ugye fekete-fehér az egész, vagy egy ilyen szürkés az egész képnek a kihatása, de az alsó kéz, hogyha megfigyeled, ugye az felfelé van, és a második kéz, illetve a legfelső kéz is, az látszik, hogy így ilyen merőlegesen van rajta így az alkarja a kézfejen, és valamilyen fajta ilyen visszafogó, ilyen leszorító az egész kép, hogyha így megfigyeljük, és minthogyha itt nem a szeretetről, meg az összefogásról beszélni, vagy azt sugározna a kép, hanem azt, hogy valaminek a leszorítása, tehát hogy valaminek az elnyomása van meg. Mint hogyha így a munkások keze lenne megragadva, és ahogy te is mondtad, ők lennének valahova nyomva, és nem egy egyenrangú bármilyen fajta partneri kapcsolatot mutatna be, hanem egy valamilyen elnyomás, és ezért egyébként én se tenném ki a falamra. Ez itt egy bunda. Fogalmam sincs. Vagy egy takaró. Vagy mi ez a háttér? Vagy ez mi? Ez egy bútornak a részlete? Vagy ez egy Én szerintem valami épület, ajtója lehet. Vagy... Ez a bal kéz. Ez a jobb. És akkor valaki pedig áll. Így. Nem, mert az a jobb kezel a másik ebben. Nem, így. Bal. Így. Így játsszuk le. Ez a helyzet? Igen. Hát elég fura. Hát, vagy így. Vagy valaki fekszik. Hát mondjuk az nem úgy meredek. Nem, hát így áll. Így áll a fószer. Igen. És akkor én állok így. Azt mondja, várjál. És átfogod. Így? Hát így. Hát nem tudom. Hát jó. Hát... Jó, lehet, hogy kisebbnek kellene. Igen. Na most még azon gondolkozom, jó. Hogy... Ugye ez a személy, valószínűleg aki két kézzel átfog, az egy hölgy. Ő pedig egy fószer. Hát ott a zakóúj. Zakóúj, vastag, tehát... Hát az férfi kéz. Jó. Nincs kérdés. Jó.
vigasztal valamit, vagy vigaszt próbál adni, vagy megnyugtat, vagy óv, félt. Munkás ember körme lehet, tehát... Lehet, hogy ez is fontos. Tényleg nem az a szépen manikűrözött kéz. Nem. Nem. De nem mind a kettő, nézd. Szerintem ez egy hölgy keze. Az alsó, igen. Igen, tehát egy lágyabb, egy tisztább, egy kevésbé ráncos, egy kevésbé erős. Én most már férfinő témába is lehet, hogy beleugrom egyébként. Igen? Nem tudom. Igen. Hát egy kicsit furcsa, mert a tenyerek nem egyfelé fordulnak. Tehát egymáson vannak. Védelmezi. Vagy védelmezi, óvja. A férfi a nőt, mert természetesen ez a férfi dolga. Én úgy látom, hogy a férfi fekete elegáns ruhában lehet. Ugye a középső lesz a férfi, nem? Azt Igen, tehát ugye? Én azt mondom, hogy... Itt van a csuklója, igen, akkor ez tehát a... hölgy, férfi, hölgy. Igen, aha, tehát ez lehet egy bizonyos élethelyzet, ahol ők most együtt vannak, a képben sokkal több érzelem van, mint amit elsőre belegondolt. Ez nagyon durva. A felső kéz, kézfej az szerintem egy női kéz, alatta egy férfié van, és hát alatta lévőt azt tényleg nem tudom én is eldönteni. Van egy ember, aki felénk szeretne jönni, és velünk akar kapcsolatot teremteni, de többen visszatartják. Itt a bal oldalon, mintha valaki vagy bundában lenne, vagy valami szőrös lenne. Na, igen, ez meg egy férfi kéz, mert ez meg mintha ilyen szövetkabát, igen. Úgyhogy még ez is lehet. Úgyhogy ezek mellett lehet, hogy ez tényleg egy férfi és egy nő, vagy... Kettő nő és egy férfi. Párkapcsolati jellemzése. Mint hogyha valaki elmenne, tehát hogyha az a férfi például elmenne. Fordulás. Hát lapozod a könyvet, vagy a... Ezért. Hát akkor ez engem támaszta le, viszont. Mert akkor ez azt mondaná, hogy valakinek egy fejezet véget ért. Teszem azt. Én ezt gondolnám. Bármi legyen is az, most nem hát kell ilyen, legrosszabbra gondolni, de valakinek egy fejezet véget ér, lapozunk. Szépen összetesszük a kezünket, és együtt lapozunk egyet. Szeretjük? Mint műalkotást? Nem egy szerethető, hanem egy valószínűleg... Tehát én nekem megint csak ez az alapélmény, ez a drámaiság alapélmény az, ami visszaköszön. Jó, nem is, tenném ki a szobán falára. Én sem tenném ki. Egyébként, de szívesen megnéztem. Lehet, hogy halál is van itt a... Jaj. Hajaj. Jaj. És ebből az elengedés? És de akkor hogy keveredik be a harmadik? Hát valaki őket elvesztették. És a harmadik miatt esetleg, és talán okokozat? Most már én gyászt is láttam. Igen, átkezdünk menni. Ajaj. Kezdünk átmenni ilyen... Felső dárk, hogy igen, ez kevésbé szimpatikus, mint a szerelmi vonal. Sincsünk egy, fordítsunk egy lapot, próbáljunk elengedni valakit, akit... De azt beszéltük, hogy állnak, tehát ez nem egy fekvő. Ez nem csinos ruha lesz, mert koszos a kezük, ez fekete ruha lesz. Ez gyászt lesz, vagy legalábbis. És talán az egyik személy nem is él a képen? A szeretet... az, ami ott két kézzel ragadja meg ezt a szemét. És itt akkor is rossz, tehát akkor is valami elmegy, valaki akkor... Tehát akkor a színvilág az talán ezt így sugározva számomra még megint csak az jön elő, hogy nem raknám ki a falamra. De megint ott tartunk, hogy egy olyan nehéz lelki problémáról van szó, mint az elengedés. De olyan ami... egyébként, mintha így itt meg lenne neki törve a csuklója, tehát lehet, hogy ő amúgy szeretné kihúzni a kezét, csak úgy behajlította neki a fönti kéz itt a csuklóját, hogy nem tudja kihúzni. Lehet bármi. Eszterházy Marcell Tourné la Page című műve 2019-ben került a Kortárs Művészeti Intézet gyűjteményébe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően. Deák Nóra és Zsinka Gabriella, az intézet vezetői,
A szerzeményezést megelőző években is figyelemmel kísérték a művész praxisát, és régóta dédelgetett vágyuk teljesült a mű gyűjteménybe kerülésével. Eszterházy Marcell 1977-ben született Budapesten. Az Eszterházy család a Salamon nemzetségből eredő hercegi és grófi ranggal rendelkező régi magyar főnemesi család, amely a 17. századtól meghatározó szereppel bírt a magyar történelem során. Gondoljunk a 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter Kossuth díjas magyar íróra is, aki Eszterházy Marcell édesapja volt, és aki a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Eszterházy Marcell tehát egy rendkívül nagy formátumú alkotó, irodalmár édesapa, és egy nagy múltú dinasztia árnyékában nőtt fel, és kereste saját útját. A Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán végzett, később az egyetem doktori iskoláján és Marseille-ben tanult. Eszterházy Marcellt a kortárs képzőművészet iránt fogékony közönség elsősorban fotóalapú munkái nyomán ismeri. Forrásai archívumok, elsősorban az Eszterházyak grófi ágának mintegy 600 darabból álló fotóarchívuma, amely 1916 és 39 között dokumentálja a család történetét, de műveiben felhasznál korabeli újságfotókat, filmrészleteket és tárgyakat is. A Turnéla Pás című 2015-ben készült zsikléprint esetében a művész egy nyilvánosan elérhető archív fotó részletét vette alapul, amely Eszterházy Pál herceget és feleségét, Otrubai Melinda hercegnőt, valamint egy fegyőrt ábrázol az 1949-es Mindszenti ügy tárgyalása alatt. 1945 után a herceg összes magyarországi birtokát elkobozták, földbirtokait felosztották. 1946-ban házasságot kötött Otrubai Melindával, a Magyar Állami Operaház prima balerinájával. A házaspár Budapesten élt egyszerű körülmények között. 1948. december 2-án Pál herceget 4 titkos rendőr letartóztatta otthonában. A herceget az Ávó börtönében kihallgatták, majd Mindszenty bíboros koncepciós perének negyedrendű vádlottjává tették. Az Ávó kínvallató eszközei, ahogy Mindszenty bíborosnál is, megtették hatásukat. Az ártatlanul meghurcolt Eszterházy Pál gróf beismerő vallomást tett. A herceget 15 év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A börtönből csak 1956-ban a forradalom alatt szabadulhatott. A humanista, filantróp nemesembert a kommunista államvezetés és a nácik is üldözték, feleségével 56-ban elhagyta az országot, Zürichben telepedett le, és 1989-ben bekövetkezett haláláig ott élt. Az eredeti fotó egy részletét a művész kiragadta és felnagyította, majd 180 fokkal elfordította. A Turnéla Pás címadás az elforgatás művészi gesztusából tudósít. Az archív felvétel felnagyított részlete totális hatással bír. A három egymáson nyugvó kéz feszültsége egyszerre enyhet adó és vészjósló. A rejtélyes gubanc helyzetbe fonódó kezek folytatásaként a művész látni engedi a személyek, férfi és nő öltözetének részleteit, a bundát, a karórát, mely a kezek vonásai mellett szintén a cselekvők identitásáról árulkodik. Személyes aktivitásuk és reaktivitásuk, csonka önállóságuk, egymás iránti rezgéseik ebben a készfogásban összpontosulnak, e sorsukat megpecsételő pillanatban. Tehát fordítás. Tehát még fordított. Turnéro. Ja, hogy fordíts meg a... Ó, ó,
zsötöpön, ój. Hát így egy jó. Na most ugye föl kell ismernünk, hogy hát mondjuk őt ismerem. Igen, én is. Ez a kapcsos. Igen. Mindeden. Tavar is konyet. Ő nagyon sokat segít, hogy például tényleg a bunda, az aranyaura, ugye, és akkor most megtudtuk, hogy ugye a turn the page, de ez is azért jó cím, mert ugye egyrészt hát egy a sorsfordítás. Egy fejezet, de amúgy meg, öcsém, fordíts meg a lapot, azt itt a kivágása. Igen. És ugye ez így akkor már mindjárt egy kicsit így karcolja a több értelműség határát. Én még mindig nem raknám ki. Én sem. Attól még, tehát... Tehát ezzel együtt. Jó, hát ennyi szerintem. Ennyi kell. Szép volt. Ez egy kapcsol. Meg és próbálkozzatok. De a szőrös ruhát eltaláltuk. A bunda, és az elegáns, de várjál, az elegáns ruhát is eltaláltuk. Igen. És az árnyékok miatt gondoltuk azt, hogy koszos lehet az a köröm, vagy az a kép. Igen. Tehát a pixelessége miatt, mivel ugye régi kép. Igen, tehát fejjel lefelé. Igen. Tehát ez így van túl, de így teljesen más értelmet nyer ez a kép. Meg nem láttuk benne a konnektort. Mert a sokat segített volna. Igen, más lett volna az egész. Ebben sokkal több minden van, mint ebbe a kinagyított képben. Tehát ebbe emberi tragédiák. Tehát itt vége a történetnek tulajdonképpen. És az elengedés, az hovatartozás, a ragaszkodás, ebben minden benne van. És tök jó, hogy itt lehetünk. Én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó lesz. Póz. Az, ahogy így el van forgatva, így azért becsapós, de hogy tényleg akkor valamilyen szinten ez az összefogás, hogy megfogni valakit és nem engedni el, mert vagy régen látta, vagy éppen akkor viszik tovább, akkor még az urat is. Nem mindegy, érdekes. Köszönöm, hogy ezt megosztottátok velem. Sose ítélve első látszat alapján. Igen.